2017 első fél évében valamivel több, mint 9900 munkahelyi balesetet regisztráltak országszerte. Az idei év azonos időszakában ez a szám már közel 10400. A különbség már így is jelentős, és az előrejelzések szerint az éves adatok még drasztikusabb növekedést fognak mutatni. A halálos kimenetelő baleseteknél szerencsére már más az arány, hangzott el 35 perc című műsorunkban. A halálos baleseteknél az első fél évhez képest viszonylagos csökkenés vehető figyelembe, de már ebben a hónapba is több, meg az előző hónapban is több baleset következett, tehát közel azonosan alakul. Ha megnézzük az elmúlt tíz évre a halálos balesetek számát, egy-kettővel több, egy-kettővel kevesebb, tehát azt az átlag színvonat, a 80 körüli éves halálos baleseti számot, ez sajnos nem nagyon sikerült eddig drasztikusan csökkenteni. Megyénkben legutóbb Tiszaújvárosban történt halálos baleset, amikor egy szállítószalag beüzemelése közben a gép leszakította egy dolgozó karját. Az ilyen balesetek hatékonyabb hatósági ellenőrzésekkel megelőzhetőek lennének, ehhez azonban növelni kell a szakemberek foglalkoztatását. Sok területen az ellenőrzések bírsággal végződnek, ráadásul a baleset bekövetkezése után más költségek is terhelik a munkavállalót. Ha bekövetkezett a baleset, utána egy nagyon nagy anyagi költség, amit mi belül úgy szoktunk nevezni, hogy regressz, a társadalombiztosításnak megfizetendő orvosi ellátás és egyéb költsége, amely egy többszörös műtét után akár milliós nagyságrendű is lesz, amely volt rá példa, nem egyszer, hogy kisebb vállalkozásokat ez csődbe is vit, felszámolás alá kerültek, pedig csak egy gépet kellett volna megcsinálni, biztonsági berendezésekre oda kellett volna figyelni. Tehát a legtöbb baleset, amiért következik be, hogy a dolgozók túlhajszoltak. Ha balesetek több mint 70 a a 250 munkavállalónál kevesebb dolgozót foglalkoztató cégeknél történik. A halálos balesetek jelentős része az 50 év feletti korosztálynál következett be, akik sokszor rutinból akartak elvégezni egy-egy feladatot. Azonban azt is érdemes tudni, hogy a dolgozók sokszor félnek, hogy elveszítik munkájukat, így nem jelentik a balesetet.